Az utolsó két meccsünk is nagyon szoros volt, a Freddy ellen is x-eltek, szóval tudtuk, hogy egy nagyon jó csapat fog kiállni ma ellenünk. Ez látszott is a pályán, egy másodpercig nem adták föl, de szerencsére nekünk jött ki jobban a lépés ma. Mindenképpen az lenne a legjobb, hogyha hasonló mérkőzést tudnánk játszani, mint az április elsői mérkőzésen, hiszen ott tényleg úgy gondolom, hogy az egész szezonban egy olyan kiemelkedő védekezés is volt, amivel nagyon feléjük tudtunk kerekedni. Nyilván ez nagyon jó lenne, hogyha ezt holnap is ki tudnánk vinni a pályára, de teljesen mindegy, egy góllal vagy 10 góllal, de legyen meg a magyar kupa cím. Hál' Istennek ebben van tapasztalatunk, az elmúlt években a Final Four-ban és a Magyar Kupa Final Four is hasonló lebonyolításban volt, illetve azok, akik folyamatosan szerepelnek világversenyeken, szerintem tudják, hogy ez a terhelés milyen. Szerintem nekünk nagy erősségünk, hogy nagyon jó játékos állományunk van, és mindenki bármikor bevethető, és ma is úgy érzem, hogy Ambros igyekezett forgatni a keretet, hogy minél több energiánk maradjon holnapra is, bár a mai nem egy olyan meccs volt, ahol igazából spórolni lehetett volna. A Fradinak a meccsét elnézve ők ma többet tudtak spórolni az energiákon, mert gyorsan lecserélte a kezdősort a Gábor. Úgyhogy nekünk mindenképp komolyan kell vennünk ma a regenerálódást, és egy jót aludnunk, és felkészülünk a holnapi napra. Először a csapat nevében is meg szeretném köszönni, hogy a Debrecen elleni meccsen ilyen sokan kijöttek. Másodjára meg nagyon bízom benne, hogy a holnapi mérkőzésre is ellátogatnak, mert nagyon szükségünk van a támogatásukra. És ahogy mindig elmondom, ők egy plusz játékost képviselnek úgymond a pályán. Tehát nagyon bízom benne, és nagyon remélem, hogy sokan ellátogatnak és segítenek majd minket.